Üdvözlünk árvaházunkban, a neve Mrs. Foster. Régóta szerettünk volna örökbefogadni egy gyereket, és reméljük, hogy tud nekünk ebben segíteni. Nagyon sok csodálatos gyerekünk van. Például mit gondol erről a kisbabáról? Szia! Nem, nála egy kicsit idősebbre gondoltunk. Van itt valaki csak önöknek? Itt jön! Fogadj örökbe, kérlek! 50 éve várok erre a pillanatra! Nem pont erre gondoltunk. Mi a baj velem? Szeretnénk valakit egy csecsemő és egy idős ember között. Hadd gondolkozzam, azt hiszem tudom, kit szeretnének. Meg, gyere ide! Gyorsan kell futnom, különben a kék barát elkap. Köszönj Mr. és Mrs. Walkernek! Szia meg! Szia meg! Mi folyik itt? Eljöttek értem a való világba? Mi vagyunk az új szüleid. Azt hiszem, én vagyok itt az egyetlen, aki látja, hogy néznek ki igazából. Ó, Mrs. Foster, lefényképezne minket, kérem. Családi kép. Milyen megható. Mosolyogjanak. Imádni fogod a házunkat. Egyébként jól nézünk ki a fotón. Nem úgy néznek ki, mint a való életben, hanem inkább, mint egy szörnyeteg. Biztos egy új szűrő az Instagramon. Elnézést, de mennünk kell. De én hagyományos fényképezőgéppel készítettem. Valami nem stimmel. Utána kell járnom. Jó reggelt! Az első napom az új házamban, az új családommal. Most legalább van egy saját nagy szobám. Wow. Ez is a szivárvány barátok stílusában. Milyen klassz éjszakai lámpa. Nagyon tetszik. Szóval nagyon szeretek itt lenni. Zöld játék. Pont úgy néz ki, mint az anyám. Meg, ébredj és menj reggelizni, vagy megeszlek! Jó reggelt, meg! Felkeltél már? Ideje reggelizni! Tetszett a játék, zöld barátod? Irányíthatom őt egy babával? Azt hiszem, még nem vagyok teljesen ébren, és csak elképzelem a dolgokat. Nos, menjünk a konyhába! A szivárvány barátok visszatértek a népszerű játékok csúcsára. Ez nagyszerű hír! Szia, apa! Foglalj helyet! Fontos a kiadós reggeli. Nincs jobb egy jó étkezésnél. De nincs semmi az asztalon. Akkor mit tegyek? Szeretnéd megkóstolni a jellegzetes, ízletes és egészséges ételeinket, amelyeket minden szivárvány barát eszik? Tegyél nekem annyit, amennyit csak tudsz. Szerintem ennyi elég lesz neked. De nem túl száraz? Nem, ez pont így jó. Ez diétás. Nos, bízom a véleményetekben. Jaj, ez olyan rossz! Egyáltalán hogy tudjátok megenni? Várjunk, van egy ötletem! Mi lenne, ha tejet és egy kis cukrot adnék hozzá? Ez mentheti a helyzetet. Szerintem olyan, mint a gabonafehely. Nos, mit mondasz? Ez még mindig ugyanolyan undorító. Bocs, ezt nem tudom megenni. Mit csináljunk? Az emberek egyszerűen nem értik ennek a finomságnak a lényegét. Az biztos. Én jobban szeretem a normál gabonapelyhet. Az nincs, de van valami jobb. Mi a helyzet a szivárvány fagylaltal? Én egyszerűen imádom a fagyit. Mit fog inni? Egyáltalán nem gondoltunk erre. Tessék, kérsz egy üdítőt? Pont amire szükségem van. Köszönöm, nagyon szerencsés vagyok. Tényleg sikerült a kedvében járnunk? De túl sok fagylaltot evett. Jaj, tele van a gyomrom, nem bírok többet. De olyan finom volt, hogy nem tudtam abba hagyni. Egész nap azt tetted. Jaj, ilyen késő van. Ideje lefeküdni. Hoppá! Te és apu versenyezhetsz. Az új szüleim nem is olyan ijesztőek. A laptop magától bekapcsolt. Szervusz meg! Van egy feladatom számodra. Össze kell szedned az összes kockát, mielőtt a kék és zöld barátaid elkapnak. Miről beszél? Apa, anya, mi van veletek? Megvagy! De olyan kedvesek voltatok! Most el kell rejtőznöm valahová, mielőtt elkapnak. Nyilvánvalóan ez nem jó hely. Mit csináljak? Remélem, nem látnak meg. Nem hallom a lépteiket. Szerintem ez a baba most nem aranyos. Ne! Már itt vannak. Gyere a szüleidhez! Itt vagyunk. A doboz az utolsó reményem.
Hey, hová tűnt? Itt volt egy pillanattal ezelőtt. Sikerült, megmenekültem. Meg kell várnom, míg elmennek. Menjünk, nézzünk szét máshol. Nem látok semmit. Meg kell néznem, mi van. Úgy tűnik, nincsenek itt. Remek, meg tudom csinálni a küldetést. Biztonságosabb lesz úgy mozogni, ha elbújok a doboz alatt. Itt van az első kocka. Legalább kevésbé leszek ideges. Mivel ez olyan, mint egy játék, minden kört végig kell csinálni, hogy véget érjen. Na, mi ez? Színház. Azt hiszem, fel kéne raknom az összes kockát. Minden világos. Kezdjük. Bár a váratlan megbízás és a szülei megváltozása meglepte Meget, minden kockát össze tudott szedni. A küldetés teljesítve. Szóval alszanak? Igen, könnyebb volt a számítógépen játszani. Ó, hív valaki? Mrs. Foster? Nagyon rossz kor. Furcsa. Meg miért nem válaszol? Remélem, jól van. Kíváncsi vagyok, milyen cuccokat hagyott itt. Először meg kell találnom a szekrényét. Ó, itt van. Nos, lássuk. Ó, milyen ismerős arcok. Tudtam, hogy valami nincs rendben. Szóval az új szülei szörnyetegek a kedvenc játékából. Nem hagyhatom ennyiben. Több információt kell megtudnom róluk. Nos, Trumgu, ebben segíthetsz. Szivárvány barátok, milyen szörnyű. Meg veszélyben van. Meg kell mentenem ezt a szegény lányt, mielőtt megeszik. Nem hagyom, hogy bántsák. Meg, reggel van ideje felkelni. Szándékosan aludtam a dobozban. Hogy találtál meg? Várj, elmagyarázzuk neked. Jaj, miért ijesztetted meg? Szegényke már így is fél tőlünk. Nem szándékosan tettem. Meg, szállj ki! Ígérem, nem fogunk bántani. Most nem jelentünk veszélyt rád. Eláruljuk a titkunkat. Az a helyzet, hogy a sziluett, amit láttam, megbabonázott minket. Ez a szivárvány barátok játék olyan izgalmas. Vigyázz, a szellőzőben egy lila barát rejtőzik. Tetszett a játék. Mi történik velünk? Ez így volt. Most minden este gonoszok leszünk, és addig kell játszanunk, amíg valaki nem nyer. Csak akkor leszünk szabadok, és örökre visszakaphatjuk korábbi külsőnket. Őszintén nem akartunk megijeszteni. Segítek, és minden feladatot megcsinálok. Elvégre e-sportbajnok vagyok, és jó vagyok a játékokban. Biztos, hogy sikerülni fog. Végül is egy család vagyunk, együtt pedig egy csapat. Sajnálom, de ez a ti hasznotokat szolgálja. Remélem, ez segít a feladat gyorsabb végrehajtásában. Szorosan megkötöttem, sikerülnie kell. Itt vagyok újra. Sok szerencsét. Készen állsz a következő feladatra. Mit kell ezúttal csinálnom? Keresned kell egy zacskó élelmet narancsnak. Hidd el, ha éhes, sokkal veszélyesebb, szóval siess. Rendben, azt hiszem, ennek van értelme. Ó, ne! Hová lettek a szüleim? Pedig olyan sokáig is szorosan kötözgettem. Hogy tudtak kiszabadulni? Tényleg ilyen erősek? Keresel valakit? Menj mi hozzám! Nincs hová menekülni. Az aktuális feladatra kell koncentrálnom. Ó, jó. Már van egy zacskó élelem, de hol keresem a többit? Ó, tenj innen, narancs! És még egy... Hogy vehetlek ki? Valaki jól végezte a munkáját. Megtalálta mindent. Most csak egy speciális lombikba kell töltenem. Mielőtt a szörnyek megérkeznének. Feltéve, ha elérem. Nincs elég étel? Ez nagy baj. Van még. De miért van itt olyan kevés? Nekem nem elég, muszáj a lombikot a tetejéig tölteni, de meg kell néznem. Hát, ha mégis sikerül, ahogy várható volt, már átkutattam az egész házat. De várjunk, az első napon meghagytam egy félig megevett tányérral. Milyen szerencsés vagyok, hogy még nem dobták ki. Fúj, ez undorító. De az a fontos, hogy ezzel be tudom fejezni a feladatot. Jaj, sikerült. Valaki jön. Sürgősen el kell bújnom. Ebédszünetet kell tartanom. Ma olyan sokat kergettem az embereket, fáradt vagyok, és nagyon éhes.
Csak nehogy észrevegyen engem! De jelenleg más, fontosabb dolgokkal van elfoglalva, és élvezi az ételt. Tele van már! Csodálatos! Üres a lombék! Megcsináltam! Vendégeink vannak? Szia, Meg! Senki sincs itthon! Azonnal figyelmeztetnem kell a szüleimet! Tudom, hogy szörnyek vagytok a játékból. Nyisd ki az ajtót! Gyorsan fel kell takarítanunk, és el kell rejtenünk a bizonyítékokat! Semmi szivárvány, barátok, poszterek és játékok! A Mrs. Foster rájön, hogy tényleg szörnyek vagyunk! Elveszi tőlünk a kedves Megünket! Az egész család nagy veszélyben van jelenleg. Megvagy! És te hozta otthonunkban! Örülök, hogy látlak, Meg! Ó, Mrs. Foster, milyen váratlan látogatás! Most vettünk néhány finom süteményt. Szeretne belőle enni? Minden meglepően normálisnak tűnik. Hoppá! Csak a feleségem épp ma csinált nagy takarítást. Tényleg? Én is nagyra értékelem a tisztaságot. Szóval szeretnék alaposan körülnézni. Mrs. Foster nagyon elszánt. Ha alapos leszek, biztosan találok itt valami furcsát. Nos, virág, vanília, fahéj illatát érzem, semmi különös. Milyen furcsi? Kíváncsi vagyok, vajon esznek-e a szörnyek májva cukrot. Látja, Mrs. Foster, meg akarok bizonyosodni arról, hogy meg jó leszik itt. Jaj, nem szeretem a tejet. Biztos, hogy nem tévedek velük kapcsolatban. Jaj, mi az? Elkaptalak. Nem akarnak mondani nekem valamit? Nem tudom, miről beszél. Meg kell mentenem a helyzetet. Mrs. Foster, ez csak egy szokványos powerbank az okostelefonhoz. Az akkumulátort csak töltésre használják. Ó, tényleg? Soha nem láttam még ilyet. Azt hiszem, túl sokat dolgoztam, ezért kitaláltam dolgokat. Remélem, nem fogok megörülni. Viszlát! Elnézést a félreértésért. További szép napot! Végre elment. Egyre nehezebben csinálom meg a feladatokat. Kellene egy kis trükk. Ne aggódj, van egy tervem. Jól figyelj. Zseniális a terved. Hamarosan új megbízást jelentenek be. Remek, biztosan sikerülni fog. És megtaláltam az utolsó izzót. Kész. Az új feladat, az összes izzó megkeresése. Már ott vannak. Nos, akkor meg kell találni az elemeket. Szintén kész. Nem félek semmitől, és minden vizsgán átmegyek. Csalásszagot érzek. Rendben, akkor meghívlak egy búcsúpartira. Meg kell lenned a tortát, de nem ébresztheted fel Kéket. Imádom a tortát. Sok siker. Lássuk, hogy kezeled az akadályokat. Ó, ez a sok lófi. Nem viszed túlzásba? Nagyon vigyáznom kell, nehogy kidurranjanak. Ne aggódj meg! Remekül fogod csinálni! Ó, sikerült! Jöhet a torta szelet! A csoki is a kedvencem! Nyami! Megcsináltam! Meg, remekül csináltad! Befejezted a játékot! Anya, apa! Most újra emberek vagyunk, és mindezt neked köszönhetjük! Meg, ébredj fel! Apu! Hú, neked is jó reggelt! El tudod hinni? Te kék barát voltál, anya pedig zöld barát. Én pedig küldetéseket végeztem, miközben te üldöztél. Nem szabad késő este játszani. Gyerünk, készüljünk! Különben elkésünk a Roblox üzletből. Üdvözlöm Önöket a Szivárvány barátok üzletében! Meg, fel ne bukj! Hol vannak a dobozok? De nem találom meg, és ha nem bújok el, Kék elkap és megesz. Ó, azt hiszem elvesztettem. Utána jött a való világba. Drágám, nyugodj meg, ez csak egy játék. Egyébként bármilyen születésnapi ajándékot választhatsz. Csodálatos, annyi klassz dolog van itt. Az a kocka a játék küldetéséből remekül mutatna a szobámban. A plüskék is jön velem. Ó, végre én eszem meg zöldet, és nem ő engem. És a poszterek díszítik majd a szobám falait. Ezeket kérném! Ez mind drága. A lányunk olyan boldognak tűnik. Tessék, tartsa meg az aprót. Köszönöm, olyan nagy lelkű. Hé, már nem félek tőled, látod? Anyu! Drágám, kevesebb videójátékot kellene játszanod. Szóval mindent kiválasztottál, amit akartál? Akarom ezt a babát. Megvesszük. Viszlát, jöjjenek máskor is.
Szeretem a kövérpénztárcájú ügyfeleket. Csak képzeltem, hogy megmozdult. Értem. Ha valaki kérdez, nem láttam semmit. Egyébként a születésnapod tiszteletére holnap nem kell iskolába menned. Meglepetés, boldog szülinapot, unokám. Gyorsan felnőttél. Nagyapa, de jó, hogy látlak. Kívánj valamit, és fújj el a gyertyákat. Mert tudom, mit akarok. Jaj, olyan ritkán jössz hozzánk. Vigyázzad, különben elejtem a tortát. Bocsánat. A torta természetesen jó, de van még egy ajándékom. Ó, ez engem is érdekel. Vigyázni kell vele, hiszen ez egy varázsszív. És igazán különleges, hiszen bármilyen tárgyat vagy játékot képes életre kelteni. Erős vágy kell hozzá, hogy egy barát valódi legyen. Mint egy csipetnyi varázslat. Ó, tényleg? Nem tudtam, hogy ilyesmi létezik. Most már tudod. Akkor menjünk és próbáljuk ki együtt. Meg, várj, sajnálom, de indulnom kell a repülőtérre. Mert megint? Sajnos igen. A munka nem várhat. Drágám, tudod, hogy nagypapának még sok fontos dolga van. De nem szabad szomorúnak lenni a születésnapodon, fel a fejjel. Nem örökre ment el. Van egy javaslatom. Miért nem megyünk fel a szobákba és csomagoljuk ki az ajándékokat? Itt fognak ülni a játékok, és a legszembetűnőbb helyen lesz a kedvenc fotóm a nagypapával. Itt végeztünk. Az új belső tér nagyon világosnak tűnik. Igen, nem rossz. Ó, már ennyi az idő? Nagyon késő van. Ideje lefeküdni. Szép álmokat, édesem. Jó éjszakát. Annyi klassz játékot kaptam ma. Láttam a nagypapát is. Nagyon különleges ajándékot adott. Egyébként mit is mondott róla? Igazán különleges, hiszen bármilyen tárgyat vagy játékot képes életre kelteni. Pontosan! Kíváncsi vagyok, tudok-e igazi kék barátot szerezni? Most meg fogom nézni. Itt a műtőasztal. Ne aggódj, haver, nem fog fájni. Meg Doki jól fogja csinálni. Először hallgassuk meg. Igen, nincs szívverés, ahogy gondoltam. De hamarosan megváltozik. Megvan a szike. Bemetszést készülök vágni. De ne félj, még nem fogsz érezni semmit. Most a legfontosabb lépés az, hogy lassan és óvatosan helyezzük bele a mágikus szívet kék testébe. Mindjárt megvan. Benne is van. Már csak össze kell varni. Szerencsére gyerekkoromban babaruhákat vartam. De még mindig jól nézel ki, mint egy új. Légy büszke rám. Miért nem teszünk rád néhány stílusos kiegészítőt? Ezzel a lánccal te leszel a polc legtrendibb játéka. Ó, nagypapa, ha ezt látnád, büszke lennél rám. Nem, miért nem alszol még? Mindjárt éjfél van, pihenj egy kicsit. Ahogy mondod, apa. Ó, ma este nem lesz időm veled játszani. Nos, semmi baj, holnap lesz időnk bőven. Szép álmokat! Kíváncsi vagyok, mi ez a hely? Ó, mit keres itt a hátizsákom? Biztos a szüleim hozták, meg kell néznem, mi van benne. Talán van még ajándék. Várj, ez... Oh, ez kék barát! A csapdába estél! Ne! Ne, ne érj hozzám! El kell futnom! Jaj, mi ez? Nyáka? Valami nagyon furcsa. Te ész? Szóval sikerült! Azt hittem, kedves vagy! Távozz tőlem! Nem jutsz messzire! Úgy tűnik, a varázslatos szív nem egészen azt adta, amit megszeretett volna. Hú, nincs itt? Jó, na, hová bújjak? Jön, ne, jön! Tudom, hogy bent vagy. Jobb, ha kinyitod az ajtót. Dehogy! Ó, itt a doboz. Pont az, amire most szükségem van. Á, nem vagyok itt! Hová tűnhetett? Nem is értem. Megnézem a másik szobában. Szerencsére a dobozos trükk működik a játékban és a való életben is. Magammal kell vinnem. Ó, tényleg, figyelmeztetnem kell a szüleimet. Anya, apa, gyorsan ébredjetek fel! Van egy kék szörny, akit életre keltettem, és a házunkban sétálgat. Túl sokat játszik. Szóval csak képzelte. Láttad, mennyi az idő? Miért kapcsoltad be a tévét? Nem csináltam semmit. Üdvözöljük a Szivárvány barátok játékban. Hamarosan elkezdődik a kihívás a családod számára. Azt tanácsolom, vigyázz, nehogy megakadjon rajtad a kék barát szeme. Térjünk át Trum City legújabb eseményeire. Ó, hírek. Most már biztosan minden rendben lesz. De én az igazat mondom. Tök vásár lesz a belvárosban. Ojoj! Húzz innen.
Remélem készen állsz. Az első kihívásod most kezdődik. A kockáim ledőltek, és neked össze kell raknod. Már megint az a furcsa sziluett? Milyen kihívásról beszél? Kockákból kell piramist építenünk, és nem szabad kék barát karmai közé kerülnünk. Frank, meg! Ott egy szörnyeteg! Fújjuk el! Határozottan hallottam innen valaki hangját. De itt nincs senki. Ma nincs sok szerencsém. Hogy került a házunkba? Félek! Én is. Megmondtam, és nem hittetek nekem. Minél hamarabb befejezzük a kihívást, annál jobb. Vegyetek egy-egy dobozt, ott elbújhattok a szörnyek elől. Most pedig keressük meg a kockákat. Hol lehetnek? Megtaláltam! Remek, egy kockával közelebb vagyunk a győzelemhez. Lássuk, találok-e még néhányat ebben a szobában? Ha, itt bujkáltál. Örülök, hogy találkoztunk. Ó, ne! A léptekből ítélve kék erre jön! Nem voltak játékosok a konyhában, de volt itt néhány finom sütemény, és tudtam falatozni. Hú, ezt megúsztam. Hamarosan be kell jelentkeznem a szüleimhez, hogy lássam, hogy állnak. Két kocka már megvan. Ó, meg, gyere be! Te is találtál néhányat? Igen, könnyű volt. Milyen okos lány vagy. Gyorsan tedd ide őket. Még kettőt kell találni. Remélem, apu megbirkózik vele. Pihenned kellene. Mi ez a dübörgő zaj? Jön a szörny! Megtaláltam őket. Megtaláltam az utolsó kockákat. Hová tegyem? Ide? Ó, nagyszerű. Jó gyorsan megtaláltuk. Ez a csapat munkának köszönhető. Most megnyugodhatunk. Szörnyeteg! Csak egy kép. Köszönöm. Remélem, kék nem kapott el túl sokat közületek. Senkit, mind itt vagyunk. Túl jártunk az eszén. Kíváncsi vagyok, mit akar még mondani. Jól teljesítettétek ezt a kihívást. Szóval folytassuk a következő feladattal. Várj, ez csokoládé? Igen. A csoki a kedvencem. Szóval, visszatérve a kihíváshoz. Most ételt kell gyűjtenetek neki. Kinek? Kiről beszélünk? Narancsra gondol. Az a nagyszájú szörnyeteg, aki nagyon szeret enni. Nem értem. Mi ez? Ez valami lábnyom? És hallom valakinek a lépteit. Ez narancs! A dobozokba gyorsan bújjunk el! Hol van az ételem? Vége a veszélynek! Srácok, szálljatok ki! Elment? Remek! Már megszokom. Én nem. Nézzétek! Ez egy speciális lombik narancs ételéhez. Amit találsz, azt oda kell önteni. Gyerünk! Te azt csinálsz, amit akarsz. Én csak enni akarok. Már sok élelmünk van annak a szörnyetegnek. Már csak a tartályt kell megtölteni. Gyerünk, már majdnem készen vagyunk a feladattal, csak egy kicsi van hátra. Ó, az étel, amit találtunk, elfogyott. De szerintem apának még maradt egy kis popcornja. Hé, ne nézzetek így rám. Drágám, ez a közgyót szolgálja. Rendben, megkaphatja. És így? Ne aggódj, jól kitaláltam. Remélem ez a szörny szereti a csokis pattogatott kukoricát. Szuper, mit csináltuk? Ez az áldozat végül is nem volt hiába való. Úgy néz ki, narancs jól fog lakni. Nem kell aggódni miatta. És most átmehetünk a következő kihívásra. Csak meg kell találni a hiányzókat. Uh-huh. Itt az ideje izzók és akkumulátorok után nézni. A gyomrom azt csúgja, hogy van itt valami. Ó, nem hagyott cserben. Itt semmi. Ó, megtaláltam. És csak így együtt a milliomos család lassan közelebb kerül a győzelemhez. Most a szoba világosabb lesz. Juhú! Hol keresem a maradék dolgokat? Ó, tudtam, hogy találok valamit a nappaliban. Remek, van akkumulátor és izzó. Úgy tűnik, itt is van valami elrejtve. Van egy izzó benne. Szerencsém van, jössz velem? Nem, te jössz velem. Édes jó Istenem, hogy nem hallottam? Ő, de szörnyeteg! Nem merészed bántani a drága lányomat! Meg, fuss gyorsan! Állj le rólam! Ez valójában nem szabályos! Nem érdekel a szabályod! Ne akadályozd meg a családomat a feladat elvégzésében! Hűha, nem számítottam rá, hogy megtalálom a dobozomban! És ott van az akkumulátor! Ó, édesem, hogy megy a keresés? Két megpróbált elkapni, de apu mindegy hős! Megállította és megmente! Lányom, fogd az izzókat és az elemeket, és menj! Ó, a siker rajtam múlik. Tényleg minden izzó a helyén van. Minden működik. Csak be kell raknom az elemeket, ennyi. Jaj, kész. Gyerünk, a tévének be kéne kapcsolnia. Szép munka.
Minden próbát elvégeztél. Ez elég gyors volt. Örülök, hogy hallom, várj, de hol vannak a szüleim? Mindjárt magad is meglátod. Ez mit jelentsen? Végül rám talált. Ó, ne, a nappaliban hagytam a dobozomat. Akkor vidd a babát. Olyan aranyos. Gyerekkoromban pont így néztem ki. Itt az esélyem a szökésre. Nem gondoltam volna, hogy egy játék fog megmenteni. Te meg pukkanj meg egyedül. Hé, várj. Kicsit túlságosan elragadtattam magam. Hol van anya és apa? Egyedül vagyok. Meglepetés, itt vagyunk. A születésnapi ünneplés folytatódik. Jól vagytok? Ó, ne. Végül Kék mégis elkap minket. Végünk. Anya, apa, nagyon szeretlek! Nagyon remélem, hogy mind élveztétek a születésnapi csíntevésemet a kedvenc unokámmal. Nagypapa, szóval te voltál egész idő alatt a kék barát? Remélem, élvezted. Életem legjobb szülinapi bulija volt. Nagyon gyorsan el kell futnom, mielőtt megjelennek a félelmeim. Mindenre lehet számítani, ha egy hátborzongató folyosón vagy. Lányom, megint fel vagy ilyen későn? Már az ötödik álmot kellene álmodnod. Mi olyan szórakoztató? Nem baj, ha csatlakozom hozzád. Ó, valaki veszélyben van. Szemtelen. Vizsgáljuk át a falat titkos átjárókért. Fussunk! Ó, Mario nem csinált ilyet az én koromban. Kell egy kis adrenalin, papa? Szent mókusok, megpróbálok lazítani. Hú, érdekes kütyű. Magam csináltam. Ezért sokkal könnyebb játszani. Nagyon menő. Újabban divat a kevés világítás. Nem vagyok már fiatal, romlik a látásom. Mit mondtam meg? A pénz az ágyban van, csak ne egyél meg! Jaj, apu, eljött a halálod ideje! Szép ijedés, apuci! Szörnyinvázió! Elmúlt a veszély. Örülök, hogy jól szórakozol. Majdnem kiköptem a vacsorát. Lefekvés előtt jól éreztük magunkat, de ennyi elég. Helyezd magad kényelembe, kicsim, holnap befejezed. Hú, jó éjszakát! Hol van a nyugtatóm? Legközelebb játszani akarok Robloxszal. Drágák manapság a pszichiáterek? Még szerencse, hogy nem dadogok. Takarodj a szemem előbb, gonosz arc! Nincs semmi meglepetés. Hallottad, hogy egy szemtelen lány lakik ebben a házban? Jó barátok leszünk. Mert én is rossz indulatú vagyok. Először is felfedezem a világot. Szipogni fogsz, Sandra. Mit szólsz a magányos hagibagi öleléséhez? Tűnés! Nem terveztem, hogy varázsrongyok ellen harcolok. Úgy döntöttél, hogy bujocskázol, kismadár. Ne ijeszgess! Hági elől nincs menekvés. Kop-kop, megvagy! Egy okos játékos mindig megtalálja a kiutat. Elkaplak! Megállni, Hági, vár! Sokkal tovább tudok futni. Kell egy kis pihenés? Hági, nem hátrál meg! Egyre romlanak az esélyeim. Hát itt vagy, kislány. Ez a fény kiégeti a szememet. Koncentráljunk. Dicsőség a Candy Catnek. Visszatértem a pályára. Ja, át kellene gondolnod az étrendedet. Fúj! Vegyél fogkefét, amigo. Tudtam, hogy a 15-ös játékos rosszul lett. Most rajtam a sor. Hadd harapjam meg a kéket.